Népzenétől és gyerekkacagástól volt hangos a temerini Szirmai Károly Művelődési Központ augusztus derekán. Csak nem 30 népzene és hagyománykedvelő általános iskolás diák tanult 5 napon át citerázni, furujázni, hegedülni. A hangszerek mellett a színjátszás fortéjaiba is beleshettek a diákok, de közben sokat játszottak is. Egyesek most fogtak először hegedűt vagy furúját, mégis kitartóan tanulták a hangszerkezelését. Én nekem nagyon tetszett, hogy hegedülni lehet, és én mindig is akartam hegedülni. De furúja is tetszett, de inkább hegedűre akartam, mert azt tetszett meg előbb. És itt milyen fogásokat sajátítottál el? Az első napon tanultuk a neveket a hegedű húrjainak, utána tanultuk megfogni a vonót, és utána a kezünket az ujjainkat próbáltuk rárakni a hangokra. Sikerült-e már esetleg valamilyen dalocskát megtanulni játszani? A süsvel napot már sikerült, a zsipzsupot is sikerült már megtanulni, most valami újat tanulunk, annak nem nagyon tudom a címét, az valami nagyon új. És a furúja meg a hegedű közül melyik tetszik jobban? Furúját néha-néha próbálgatom szünetbe, de hegedű az jobban tetszik. Egy kicsit nehezebb, de megtanultam már. Ide már másodszor vagyok itt, és a hegedűt azt azért választottam, mert ez lesz a harmadik éve, hogy járok. És a furúját pedig azért, mert tavaly is arra jártam, és akkor most újabb dolgokat tanultunk. Van esetleg kedvenc népdalod? A Somogyit szeretem, van egy Somogyi, amit szeretek. Mert azt már nagyjából ismerem, és akkor játszani is könnyebben tudom. Említett, hogy 3 éve hegedülsz. Nehéz-e a hegedűn játszani? Eleinte nehéz volt, de most már nem. A vonós csoportban az idősebb gyerekek 5 nap alatt tovább bővíthették meglévő tudásukat. Az itt szerzett tapasztalatok pedig még további életútjukat, jövőjüket is meghatározhatja. Hegedülök eddig, tehát tavaly is idén hegedültem. Azelőtt mindig, amikor voltam, furujáztam, de utána rájöttem, hogy igazából mást is ki lehet próbálni, és akkor hegedű mellett döntöttem, azóta ezt folytatom, meg szerintem továbbra is ez lesz. Hát most mondva itt tanulunk, ez is nagyon érdekel, de igazából minden, ami új, és tehát igazából nekem minden szép, szóval minden érdekel. Mennyire nehéz a módvai népzenét elsajátítani? Szerintem eddig a tájegységekből, amit tudok, a legnehezebb, de semmi baj. Hát tele van díszítéssel, meg hát ismerős dallamok persze, de így hegedűvel tele van díszítéssel, és nem az az egyszerű, sablonos dallam van, és akkor kicsit furcsa megtanulni. 5 éve járok ebbe a táborba, nagyon megtetszett, ismerős arcok is vannak, meg nagyon szeretem az oktatást, maga a népzenét. 8 éve hegedülök, néptáncra is jártam, ezt abba hagytam. Népzen az nagyon kötődik hozzám. Folytatom továbbra is. Hát annak ellenére, hogy ilyen jó meleg van, annak ellenére egészen, hogy is mondjam, lelkesen fognak a hegedüléshez, és én szerintem egész jól is haladunk.
Igazából más vonós hangszer most itt nincs is jelen, csak a hegedű, de ez viszont három csoportra osztottuk, mivel vannak teljesen kezdők, aztán vannak egy kicsit haladóbbak, és hát vannak a nagyok, akik már egész komolyan foglalkoznak a hegedüléssel. Kezdőknek mennyire körülményes a hegedű oktatás? Az, aki soha még eddig nem fogott hegedűt a kezébe, hogyan halad, hogyan találja föl magát? Hát mindenféleképpen ez mindig is körülményes a kezdőkkel hegedűt tanítani. Most még talán azzal nehezedett a helyzet, hogy türelmetlenebbek, vagy legalábbis szerintem türelmetlenebbek a gyerekek. De hát akinek van elég kitartása, meg lelkesedése, annak van esélye, hogy megtanuljon hegedűni. Persze sok időt rá kell szánni a gyakorlásra is. Hogy kell kezdeni a hegedűt tanulni? A hegedű tanulás, mivel hogy minden kéz teljesen más dolgokat csinál, akkor külön kezdjük ugye a hegedű tartást vonó nélkül, pengetve, esetleg az ujjakat sorakoztatni, és majd később csatlakozik hozzá a vonó használatkezelés. Van-e egy terv, ami szerint megy az oktatás és a népdalok elsajátítása? Hát konkrét terv csak annyi, hogy megvan az időpont, hogy mettől meddig tart az oktatás. Viszont a dalok elsajátítása az már ugye egyettől is függő, tehát azért van is ez azért is van ugye három csoport, hogy mindenkinek a megfelelő szinten, vagyis sebességgel lehessen átadni a dalokat, illetve hát a hangszer tanulást. A Furulya csoportba főleg kezdők jelentkeztek, a hangszer helyes tartását és gyermekdalokat tanultak. Bár egyszerűnek tűnik, mégis sok gyakorlás szükséges a hangszer megfelelő megszólaltatásához. Most itt vagyok a táborban, és itt szoktunk furujázni, meg itten vannak ilyen játékok a csapatban. Te citerázol is közben, miért választottad a citerát is? Hát, mert már pár hónapja citerázok, még már szeretnék még tanulni sokat. Melyik a nehezebb, a furulya, vagy pedig a citera? Mindkettő könnyű. A citeránál pengetni is kell a jobb kezet, abban a keze meg így egymás mellé rakni az ujjakat sorba. Csak négy ujjat használunk, a kis ujjat nem, az tilos, meg a hüvelykujjat nem szabad feltenni a citerának a legfelső szakaszára. Furujázni jöttem, és barátkozni jöttem, meg egy barátnőm idejött, és én is ezért jöttem ide. Először vagy itt a temerini táborban? Igen, először. Mennyire tetszik? Jó, nagyon. Eddig csak három ujjal tanultunk, most meg mind a hat ujjunkat kell, hogy használjuk. Egy kicsit nehezek, de könnyen megtanultuk. Van a csöm-csöm gyűrű, a héja-héja vaslapát, a süsfelnap, azt tanultuk először, utána gyerkalovat látok. Nehéz-e a furulyán tanulni, játszani? Nem. Hogy megy az oktatás, hogy megy a tanulás? Milyen? Kedves. Meg nagyon jó, tudok mindent, meg is jegyzek mindent. A kislányokkal Szabó Anna Mária, másodéves zeneakadémiai hallgató foglalkozott. Ez a gyerekeknek, egész pici gyerekeknek is könnyen megtanulható
hangszer, és Temerinben pillanatnyilag nincs olyan sok furulyás, van egy furulyacsoport, de ők éppen kamaszodnak, és őket nem lehet úgy bevonni a munkába, úgyhogy gondoltuk, hogy akkor elindítunk egy kisebb csapatot, aztán reméljük, hogy ezekből a gyerekekből valaki megmarad, nem csak erre az egy hétre, hanem később majd esetleg szó is ébredhet, egy konkrét furulyacsoport is kialakítható belőlük. Illetve amiért még jó a furulya az az, hogy főleg gyerekdalokat tanulunk, mert ezeken a legkönnyebb megtanulni, ezeket a legkönnyebb megtanulni furulyázni, és így énekelni is tanulnak a gyerekek. Először mindig megtanuljuk énekelni a dalokat, főleg olyan dalokat, amiket már ismernek, és aztán nagyon könnyű dolgunk van, mert se perc alatt megtanulják furulyázni. Mennyire körülményes, mennyire nehéz a kisgyerekekkel foglalkozni? Mondhatnánk, hogy a furulya az egy alaphangszer? Szerintem igen, mert nem igényel olyan nagy, hát nem is tudom ezt, hogy mondjam. De igazából azért könnyű nekik, mert nézhetik a kezemet, és a saját kezüket is nézhetik, még egész picik, nagyon sokszor úgy tartják a furulyát, hogy így egész maguk elé, hogy lássák a lukakat, hogy mikor mit kell befogni, mert még nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy érzékeljék, elképzeljék, hogy hogy is áll az a furulya, és nekik kell az, hogy lássák. És aztán folyamatosan egyre nagyobb problémákba ütközünk, mert amikor már egyre több új, akkor két kéz, és ezt szépen lassan egy hét alatt, a hét végére szépen összehozzák, annak ellenére, hogy az elején még furulyát se láttak, nem is foglalkoztak vele, és a hét végére már szinte mint a hat újjukat megtanulják használni. Furulyázáshoz mennyire szükséges ismerni esetleg a kottát, vagy pedig mennyire szükséges a tökéletes hallás? Kottát nem kell ismerni, legalábbis ezen a szinten még nem, és később is egészen komoly dolgokat is meg lehet tanulni kotta nélkül is. Mi most itt úgy csináljuk, mert nagyon picik a legkisebb 6 éves, a legnagyobbak ők 11 évesek, de kottát olvasni egyik se tud, olvasni se nagyon szöveget sem. Úgyhogy ilyen számokkal irkálom nekik, hogy mikor mit kell játszani, de ezt is csak a hét végén kapják el, hogy aztán, ha hazamennek, tudjanak gyakorolni. Itt abszolút az én kezemről nézik le, nagyon sokat gyakoroljuk, megjegyzik. És ennyi a hallás, meg hát nem mondom, hogy nem szükséges, de nagyon jól el lehet lenni úgy is, ha valakinek nem tökéletes a hallása. Mennyire lendületesen csinálják a gyerekek ezeket a foglalkozásokat? 10-15-20 perc maximum, amit ők itt el tudnak intenzív munkával tölteni, aztán jön egy 10-15 perces pihenő, amíg ők szaladgálnak, aztán visszajönnek megint 10-15 perc, és így azért szépen lehet haladni a hét végére, most már 7-8 dalocskát megtanultunk. A Citera csapatban 80 tanultak. Micsik Béla oktató elégedett volt a gyerekek igyekezetével. Nem törekedtem semmi tájegységre. Én most inkább a technikázásra fektetem a hangsúlyt, mert annak idején még Bodor Anikó is közöttünk volt, iparkodott a tanfolyamokon belénk súlykolni mindig azt, hogy tartsuk magunkat egy vezérfonalon, és az a technika, legyen ének, legyen citora itten. Most beleértek, ami a citerázást illeti, pöngetést elsősorban, és utólag jönnek a bizonyos díszítések, szóval megszólaltatás. Ugyanúgy az éneklésnél is vannak díszítések, amit illik tudni, és én mostan azon fárad azok, hogy a gyerkőcöket kicsikét, hogy mondjam, egyenruhásítsam, talán csúnya kifejezés, de próbálom ezeket a megszokott ritmusokat és a pöngetéseket elvégezni, hogy a gyerekek, hogyha egyszer majd táborba fognak kerülni, akkor hogy azok a ne bele tudjanak illeszkedni a többi citerásoknak a játékába. Volt, aki alig 3 hete pengeti a hangszert, de már szíve ügyének tartja a citera muzsikát. Az unokatestvéremmel játszottunk, és valamit találtunk, és egyszer csak kifúztam, csak 2 húr volt rajta, és elkezdtük pengetgetni, és tatának volt régen egy régi citerája, és a kisöcsém azt elkapta, és anyának könyörögtem, nyafogtam, hogy akarok citerára járni, és úgy kezdtem el. Ez anya citerája volt még régen. Egy éve citerázok, én nagy örömökkel járok próbákra, ami szombatonként és néha vasárnaponként van,
Egy óra hosszát szoktunk titerezni, a szünetet is hagyunk, meg viccelődni is szoktunk. Új dalokat tanulunk, különböző falukból. Most itt a táborban egy másik citeratanár van, Micsik Béla, ővele is tanultunk eddig 4 új dalt. A táborban a drámacsoport is lelkesen próbálta a jeleneteket. A gyerekek saját ötleteikkel gazdagították a produkciókat. Azért alakítottuk meg ezt a csoportot, még ott valamikor decemberben, hogy népesítsük a szirmait a színjátszókkal. De hát nem lehet mindjárt úgy, ezek nagyon pici gyerekek, egész elsőtől negyedikig vannak. Szeretnénk majd most szeptembertől azért kicsit növelni az életkort, az átlag életkort, de hát nem lehet mindjárt úgy, hogy puff bele. Tehát játszva tanulunk. Tehát fontos a játék egyébként is, nem csak a gyerekeknek, mindenkinek. Van 3 jelenet, amit próbálunk, ezek rövid jelenetek, 2 versekből állítottunk össze, illetve van 4 versünk, amivel készültünk. Te, mint oktató, mit tapasztalsz? Mennyire élik bele magukat a gyerekek ezekbe a szerepjátékokba? Nagyon bele tudják élni magukat, és én nagyon megörültem, hogy egyáltalán ezt vállalták. Kicsit féltem is tőle, hogy majd óckodnak, hogy hát nem szeretnének fellépni. Igazából ez az első ilyen konkrét fellépés, amikor mondjuk közönség előtt. De nagyon ügyesek a gyerekek, én magam is meglepődtem, hogy mennyire kreatívak. Az egyik jelenetet teljesen saját maguk állították össze, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve velük. 19. alkalommal tartották meg a temerini népzenei tábort. A szervezők a nehézségek ellenére sem szakítják meg a hagyományt, mert a gyerekeknek csak így tudják átadni nemzeti értékeinket és tovább éltetni a magyar kultúrát. Az első 18-at az tulajdonképpen a Róna citerazenekar szervezte. Na most sajnos itt is már tapasztalható az elvándorlás eredménye, és hát idén nem vállalták a citerások, hogy megszervezzék a tábort, viszont a szirmain belül az elnökségben úgy döntöttünk, hogy semmiképpen nem kellene hagyni abba maradni ezt a tábort, mert valamit abba hagyni lehet rövid időre, de nagyon nehéz újraéleszteni, tehát inkább valamilyen formában folytassuk. Úgy döntöttünk, hogy inkább legyen bejárós, és hát ez a nagy hőség se kedvez az iskola, annyira meleg ilyenkor. Tehát ilyen bejárós napközis tábor talán, inkább talán így nevezhetnénk, és minden nap 10-től 5-ig vannak a foglalkozások, citera, furulya, hegedű, különböző korcsoportokban, és mivel hát ez a temerini tábor népzenei és játéktábor volt, így nem akartuk a játékot sem kihagyni, így esett a választásunk Ildikóra, Petra Ildikóra, aki játszott a gyerekekkel, amit nagyon élveztek, pontokat szereztek, és hát lesznek győztes csapatok is a végén. Az 5 nap alatt szerzett tudást a gyerekek a péntek esti gálaműsorban mutatták be a lelkes közönségnek. A szülők büszkék voltak. Nagyon örülök, hogy a gyerekek szívesen jöttek ebbe a táborba. A kislányom már hallott Bencétől a táborról. Bence ugyanis már most 3. alkalommal vesz részt a temerini népzenei táborban. Úgyhogy most már 2-en jöttek, Veronika furujázni tanult. Úgyhogy első nap, amikor vége volt a foglalkozásnak, furuját kellett teremtenünk a föld alól is, hogy otthon gyakorolhasson. Én viszont 6 évig citeráztam, és nagyon örültem, hogy most a citera nem csak ott porosodik a polcon, hanem a Bence kifejezte kívánságát, hogy ő is meg szeretné tanulni, úgyhogy ez egy jó alkalom volt. Nagyon meg vagyok elégedve, úgy látom, hogy nagyon szépen foglalkoztak a gyerekekkel. A kisfiam elmondásából azt is megtudtam, hogy még szünetben is gyakoroltak, amikor itt ugye ilyen kis ebédszünet volt. Egymás segítették azok, akik már jobban tudtak citerázni. A gyerekeknek, a fiatalabbaknak több játékkal volt, kicsit úgy
gondolom fűszerezve, de az alapokat ők is elsajátították, úgyhogy remélem, hogy lesz neki folytatása is az év folyamán is. A táborszervezők és az oktatók odaadó és álhatatos munkával adják át tudásukat a felnövekvő nemzedéknek. A nemzeti önazonosság megőrzése és a tradíciók átörökítése érdekében, így biztosítva az utánpótlást a művelődési központnak.